A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, szülőnek lenni az egyik legnagyobb feladat. Sokakban felmerül a kérdés, biztosan jól szervezik-e a családi életüket, vajon jó szülőke. A Mátyás Corvinus kollégium előadásán azzal a témával foglalkoztak, vajon tökéletes szülőnek kell-e lennünk. A köztérben számítunk figyelmükre. Az volna a kérdésem, hogy vegyetek egy jó nagy mély levegőt, és fújjátok ki. És vegyetek még egyet. És fújjátok ki. Még egyet. És fújjátok ki. És ez ön természetesen hat ránk, nem? Szóval, hogy belélég, belégzés, be a kilégzés. Most kezdjétek el beszívni. És be. Ugye van, aki csal már, és menjek a fenébe, mert hogy megfulladtok, ugye? Szóval, hogy... És milyen izgalmas, hogy a belégzés az klassz dolog, de ha egyfolytában belégzésbe vagyunk, akkor előbb-utóbb, inkább előbb megfulladunk. De ennek ellenére, hogyha ilyen újévi prezentációkat lát az ember, azok mindig így néznek ki. Hogy innen indulunk, és oda eljutunk. Ugye? Szóval, hogyha cégvezetők vagyunk, akkor ez a profitot jelenti, ha HR-esek vagyunk, akkor ez a felvett munkavállalókat, vagy a munkavállalóknak az elköteleződését. Hogyha szülők vagyunk, akkor ez a gyerekeink szófogadóságát, vagy okosságát, vagy szeretetét, vagy kedvességét, de hogyha a saját életünkre tekintünk, akkor is így vagyunk, hogy így szeretnénk egyre jobbak lenni, egyre több feladatot elvállalni, az egyre több feladatot is egyre jobban megcsinálni, ehhez egyre ügyesebben viszonyulni, egyre tattarattarattarattarattara. Tehát, hogy van egy állandó belső elvárásunk saját magunk felé, amit nyilván a környezet diktál, vagy a környezet kezdi először, tehát alapvetően próbálunk egy állandó belégzésben benne lenni. Ugye, és az előbb láttátok, hogy mi történik az állandó belégzésben, mert hogy a természet a sokkal inkább ilyen. Tehát, hogy a valóságban nincsenek ilyen állandó egyenesek, szóval nincs olyan, hogy valami folyamatosan fejlődik. Az annak vége lesz. Sokkal inkább olyan, hogy valamikor beszívjuk a levegőt, és valamikor kifújjuk. Valamikor összehúzódik a szívünk, valamikor elernyed. Valamikor nyár van, valamikor tél van. Valamikor jól tudunk fókuszálni, valamikor szétszórtak vagyunk. Valamikor jó kedvünk van, valamikor rossz kedvünk van. Valamikor nagyon tudjuk szeretni a gyerekeinket, valamikor a falhoz vágnánk őket. Tehát, hogy alapvetően ez a normális. Ezt hívhatjuk az életnek. Ugye az a nehéz ebben az egészben, hogy van, amikor itt vagyunk fent a tetején. De nagyon sokszor a társadalmi elvárások miatt nem az van, hogy élvezzük, hogy itt vagyunk, és végre így átéljük a pillanatot, hogy most így jó, hanem elkezdünk azon izgulni, hogy oké, hogy most jó, de mi van akkor, majd itt lesz. Ugye? Vagy szóval, amikor lemegyek vasárnap reggel, és azt látom, hogy a három lányom cuki módon rajzol az asztalon, akkor nem az van, hogy így hátradőlök, hogy én vagyok a nevelés császára, hanem elkezdek azon gondolkozni, hogy Jézusom, ez a vihar előtti csend. Ugye? És valami történt, amit most próbálnak így eltusolni, vagy éppen minden jó, de hogy el fog romlani a vízvezeték. És hogyan találok vasárnap vízvezeték szerelőt, amikor hétköznap se lehetett. Hogy amikor éppen jó, akkor is nagyon könnyen belerakjuk magunkat abba, hogy mi lesz akkor, ha majd itt vagyunk. A másik, hogy amikor éppen jó, akkor ugyancsak nem feltétlenül éljük meg azt, hogy ez most így jó, hanem elkezdünk azon gondolkozni, hogy oké, hogy most jó, de nem örülök eléggé. Szóval egy normális ember hálásabb ilyenkor. Egy normális ember jobban tud örülni. Vagy nem ott tartok, ahol kellene. Ugye? Tehát rögtön elkezdjük összehasonlítani azt, ami éppen bennünk van, azzal, ami éppen nincsen. Hát azért, mert nyilván mások sokkal jobban tudnak örülni, mint mi. Amikor meg elindulunk lefelé a lejtőn, akkor nem az van, hogy így nyugtázzuk, hogy egy kilégzési szakaszban vagyunk, ami normális, meg természetes, és kell az élethez, hanem elkezdjük magunkat okolni, hogy lehetek ilyen, miért nem tudom összeszedni magam, miért vagyok ilyen, biztos valami baj, biztos az anyám miatt. Szóval, hogy elkezdjük magunkat okolni azért, ami egyébként teljesen normális. És minél inkább okoljuk magunkat, és minél inkább próbáljuk megváltoztatni azt, ami éppen bennünk van, annál inkább megyünk le, és amikor itt lent vagyunk, akkor nem tudjuk elképzelni, hogy valahol. Szörnyű, ez lehet kilátástalan. Hát aztán majd szépen megyünk fel, és hogy alapvetően abban tudunk egy picit ügyesebbek lenni, hogy amikor így nagyon rajta ülünk ezen a hullámvasúton,
És óriási nagy kilengéseket élünk meg, és az egyik pillanatban így felrobbannánk, és lehetetlen, és elviselhetetlen, és kilátástalan, a másik pillanatban meg éppen ilyen nagyon jó, mindig így nyugtázzuk, hogy oké, éppen ez zajlik bennem. És próbálunk egy picit ügyesebben viszonyulni ahhoz, ami éppen bennünk van. Tehát, hogy amikor rosszul érezzük magunkat, akkor nyilván az agyunk automatikusan azt fogja mondani, hogy velünk valami baj van, nem pihentünk eleget, rosszul szervezzük az életünket, azért nem jut idő a pihenésre. De ilyenkor mi a maximum, amit tudunk csinálni, hogy észrevesszük, hogy már megint elővet minket az agyunk. És most arról fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy oké, hogy ez így van, hogy ez tényleg ez történik, de miért alakult ez? Kinek jó? Kinek jó, hogy nem tudunk örülni? Kinek jó, hogy nem tudunk kikapcsolni? Hát tulajdonképpen az agyunknak. Ugye ez egy nagyon fontos tudatosítási pont, hogy az agyunk az evolúciós szempontból meglehetősen lassan változik. Azt is mondhatom, konzerválódott szerv. Tehát az, hogy a homo sapiens sapiens, hogy mi magunk így megjelentünk így a Földön, az körülbelül 200 000 évre tehető. Az agyunk működése az nem nagyon változott meg. Ugye régen, 200 000 évvel ezelőtt az volt a fontos, hogy hogyan éljük túl a percet, meg a napot. Ugye? Tehát meg kellett küzdeni az elemekkel, az idegentörzs harcosaival, a farkascsordával. Tehát az egész napunk arról szólt, hogy éljük túl a napot. És nagyon jók vagyunk ebben, szóval tök ügyesen túl tudjuk élni. Ugye az a baj, hogy meglehetősen megváltozott körülöttünk a környezet, szóval itt van egy ilyen ellentmondás, hogy az agyunk az nem változik, a környezet viszont exponenciálisan gyorsan. És manapság egy olyan környezetben kellene jól éreznünk magunkat, ami messze menően különbözik attól, amiben az agyunk optimalizálódott. És az egyik ilyen legfontosabb különbség az, hogy régen a stresszfaktorok, ugye a farkascsorda támadása, az idegentörzs harcos támadása, nem tudom én, az asszály, szóval, hogy ezek olyanok voltak, aminek volt eleje, meg volt vége, meg fizikailag, meg időben és térben behatároltak voltak. Szóval jött a kardfogú tigris, és akkor vagy elmenekültem, vagy legyőztem, vagy megevett. És szóval, hogy, tehát ez a három kimenetel történt. Manapság, tehát, hogy volt eleje, volt vége. Manapság meg egy olyan környezetben vagyunk, aminek, szóval, hogy így nincs vége a stresszfaktoroknak. Szóval mindig van valami, amin lehet agyalni, ugye? Szóval, hogy nincs olyan, hogy rendben van a család, nincs olyan, hogy végeztünk a munkával, nincs olyan, hogy minden szép a lakásban, nincs olyan, hogy rendben van a párkapcsolatunk, nincs olyan, hogy véget értek az e-mailek, nincs olyan, hogy végére értünk a to-do listák. Szóval mindig van valami, ami miatt az agyunk beránt minket ebbe a túlélő működésbe. És amikor az szokott eszembe jutni, hogy a volt történelem tanárom mesélt, amikor panaszkodtunk neki, hogy túl sok, egyébként nagyon szerettük, mert végtelen jó pofa fickó volt, de hogy amikor panaszkodtunk neki, hogy túl sok az évszám, amit meg kell tanulni, meg túl sok a történelmi adat, akkor ő mindig azt mondta, hogy nem azért vagytok itt, hogy jól érezzétek magatokat. Ugye? És az agyunk ugyanezt üzeni nekünk, csak ő sokkal kegyetlenebb, mint a volt történelem tanárom. Szóval az agyunk azt mondja, hogy kicsi szívem, nem azért vagy itt, hogy jól érezd magad, megéld a pillanatot. Azért vagy itt, hogy túlélj. És nagyon könnyen benne találjuk magunkat egy olyan állapotba, hogy az egész életünket túl akarjuk élni. Ugye? Tehát egy állandó ilyen pipálgatás. Én magam is ilyen vagyok, szóval, hogy elég hamar észreveszem, hogy így jól tudom, leérettségiztem, lediplomáztam, lett feleségem, meg gyerekeim, meg lakásítem, szóval haladok előre így a társadalmi ranglétrán, de hogy nem feltétlenül élem meg a pillanatot. És mindig így eszembe kell jutni, hogy jó, és ez borzasztó fontos, hogy amikor veszélyben vagyunk, akkor az agyunk bekapcsolja a túlélő működésünket. Ugye biztos voltatok veszélyben, ez lehetett egy dobberman, vagy egy főnök, vagy bár. Szóval, hogy amikor veszélyben vagyunk, akkor bekapcsol a túlélő működés. Ugye a túlélő működés az arról szól, hogy gyorsabban ver a szívünk, gyorsabban veszük a levegőt, megnő a vércukorszintünk, megnő a vérnyomásunk, beszűkülünk, csak azzal tudunk foglalkozni, hogy mi lesz, illetve feszültséget, szorongást vagy halálfélelmet érünk meg. Most ezek meglehetősen kellemetlen dolgok. Ugye senki nem szeret félni, senki nem szeret szorongani, ezt mindenki utálja, amikor dobog a szíve. Ez rossz. És pont ez a lényeg. Ugye, mert amikor bekapcsol a túlélő működésünk, és meglehetősen kényelmetlenül érezzük magunkat, mert szorongani rossz, akkor bekapcsol a probléma megoldó működés. Ugye? Ez probléma, támadok, vagy menekülök. Ugye, mert ha támadok, akkor lehet, hogy leszúrom a kardfogú tigris, meghal, és akkor megszűnik, amitől szorongok. Ha meg elég gyorsan futok, tehát menekülök, akkor lehet, hogy egy idő után lehagyom, és megszűnik, amitől szorongok. És ez régen a külső környezet tök jól működött. Szóval volt valami probléma, és megoldottuk. Így fejlődik a társadalom. Tehát probléma volt az időjárás, amikor meleg volt, melegünk volt, amikor fáztunk, akkor nagyon fáztunk. Az előbb-utóbb bementünk a barlangba. Meg lett faház, kőház, manapság meg ennyit kell csinálni, és optimális a hőmérséklet. Szóval probléma volt, megoldottuk. Probléma volt a távolság, előbb-utóbb befogtuk a lovakat, meg lett
kerék, meg hajó, meg vonat, meg autó, meg Tesla, szóval majd meglátjuk még mit talál ki az Elon Musk, de hogy szóval probléma volt, megoldottuk. Ugye, amikor probléma van a gyerekkel, elviszük korepetálásra, amikor probléma van a családért, elmegyünk házassági tanácsadásra, amikor probléma az, hogy csöpög a csap, akkor elmegyünk, elhívjuk a vízszerelőt. Szóval, hogy így működünk. Szóval probléma van, ez kellemetlen, mert a feleségem mondja, hogy meg kéne csinálni, szóval ez egy idő után feszültséget generál, és akkor felhívom a vízvezetékszert. Probléma, megoldjuk. Most az igazi nagy probléma az az, hogy amikor a saját belső világunkat próbáljuk ilyen módon megoldani, akkor kezdődik a baj. Ugye, mert a saját érzéseinket, meg a saját gondolatainkat nem tudjuk megváltoztatni így akaratból. Hiába próbáljuk az érzéseinket és a gondolatainkat megváltoztatni, meg kitörölni, meg nem gondolni. Nyilván mindig van az a mennyiségű alkohol, aminek az elfogyasztása után egy kicsit így megváltozik a világ, de nem biztos, hogy ez a jó megoldás. És nagyon sokszor ez az életünknek az egyik legnehezebb kérdése, hogy hogyan ragadunk benne ebbe a probléma megoldásba. A másik, amit érdemes tudatosítani, az az, hogy a mi túlélésünk evolúciós szempontból egyénileg elképzelhetetlen. Tehát, hogy mi akkor tudtuk túlélni a világot, hogyha a törzs tagjai maradtunk. Szóval a túlélésünk attól függött, hogy a törzsben tart-e minket, hogy a törzs tagjai maradhatunk-e. És ezért volt az, hogy ilyen erősen hatnak ránk a normák. Mert a törzsnek, meg minden csoportnak meg volt a maga normája, a maga szabálya, a maga értéke. És hogyha valaki szembe ment ezekkel a normákkal, ugye evett abból, amiből nem volt szabad, vagy lefeküdt azzal, akivel nem volt, vagy ránézett arra, akire nem volt szabad, hát az megnézhette magát. Ugye? Hát jobb esetben csak kitagadták, és úgy ették meg a farkasok, rosszabb esetben előtte kitörték a fogát, és utána tagadták ki. Szóval, hogy mindannyiunknak a genetikai állományában benne van az, hogy nehogy szembe menj a normával, mert véged. És ugye ezért van az, hogy amikor jött a nagy éhínség, és így hozzá akartunk nyúlni a tiltott almához, akkor ugye, hát ez veszélyes, bekapcsolt a túlélő működés, jött a feszültség, szorongás, lelkiismeret furdás, bűntudat, hát akkor inkább nem. Ugye probléma megoldás. És innentől kezdve vagyunk elég nagy bajban itt a 21. században, mert hogy egyrészt manapság már csak nem csak egy törzs van, aminek meg kell felelnünk, szóval nem csak egy törzsünk van, aminek a normáit el kell fogadnunk, hanem nagyon sok törzsben vagyunk benne. Van a szűk családunk, a tág családunk, a gyerekeink egyik osztálya, a gyerekeink másik osztálya, van a szűk munkai vagy csoportunk, a tágabb munkai van a, tudom én, a politikai, szóval, hogy rengeteg közösségben vagyunk benne. És ha döntünk egyik mellett, akkor mi történik? Hát nemet mondunk a másikra. És amikor nemet mondunk a másikra, akkor mi történik? Hát jön a lelkiismeret furdalás, a bűntudat, meg a kellemetlen érzés. Ugye, amikor úgy döntök, hogy ma tovább maradok a munkahelyemen, mert ez fontos a csapatomnak, akkor lelkiismeret furdalásom van, hogy lehetek ilyen rossz apuka vagy anyuka. Hogyha úgy döntök, hogy ma korábban megyek haza, mert a családom fontos, akkor meg lelkiismeret furdalásom van, hogy cserbe hagyom a kollégáimat. Mit fognak rólam most gondolni? És utána az a legnagyobb nehézség, hogy már nyilván nem tudunk tökéletes döntést hozni, de elkezdjük magunkat okolni, hogy hát miért nem vagyok kicsit erősebb, hogy egyáltalán ne érezzek ilyen nehéz érzéseket. De hogy ezt nem tudjuk megváltoztatni. És borzasztó fontos, hogy ezek a normák, ezek nagyon erősen hatnak ránk. Csak gondoljatok bele, közben itt nekivetkőzök, mert tudtam, hogy nagyon melegem lesz, főleg úgy be van csukva minden, hogy gondoljatok bele, hogy mondjuk 4 éve, legyen 5 éve bementetek volna egy bankfiókba maszkkal. Hogyan éreztétek volna magatokat? Ugye? Hát jött volna a szorongás, meg ezért. Régen az volt a norma, hogy az jár bankfiókba maszkkal, aki ki akarja rabolni. Most ezzel szemben, hogyha akkor mentetek volna be a bankba maszk nélkül, amikor éppen a Covid második hulláma volt, és csak pisilni is maszkba lehetett elmenni, akkor hogy éreztétek volna magatokat? Ugye ugyanúgy kellemetlenül. Mert szembe megyünk a normával. Ugye ebből 2 nagyon fontos tanulság van. Az egyik az az, hogy ezek a normák, ezek viszonylag gyorsan változnak. A másik, meg az, hogy tök mindegy, mi a norma, ha szembe megyünk vele, az nagyon erősen hat ránk. És innentől kezdve nagyon nehéz, mert ugye a világnak mi a normája, hogy mindenki ügyes, mindenki jó, mindenki szeret mindenkit, mindenki tökéletes szülő, mindenki tökéletes dolgozó, szóval, hogy, és hát nyilván ez nem igaz, de ezt látjuk. És innentől kezdve, amikor mi ezt nem tudjuk megcsinálni, mert nyilván egyébként senki nem tudja, de ettől még ez a norma, elkezdjük magunkat rosszul érezni, és elkezdjük megpróbálni megszerelni ezeket a rossz érzéseinket. És ehhez kapcsolódik a harmadik ilyen nagyon fontos működésünk, és tulajdonképpen nekünk embereknek ez a szuperképesség. Mert az állatok is tulajdonképpen jó túlélők, az állatok is jó probléma megoldók, de hogy nekik nincsen egy olyan képességük, ami nekünk van, ez pedig az, hogy
hogy mi tudunk a legügyesebben alkalmazkodni. Ugye az evolúciónak az a kulcsa, hogy ki tud ügyesebben alkalmazkodni. Darwin is megmondta, hogy nem a legokosabb, meg a legszebb, meg a legerősebb, hanem a legügyesebben alkalmazkodó fogja megnyerni ezt az egészen. És mi emberek ebben nagyon-nagyon jók vagyunk. Ugye én azt is szoktam mondani, hogy emberként ugye az is egy izgalmas kérdés, hogy mihez is alkalmazkodunk, mert hogy manapság mi emberek már nem biztos, hogy a valósághoz alkalmazkodunk. Szóval, hogy mi annyira belejöttünk ebbe az alkalmazkodásba, annyira ügyesen tudtunk alkalmazkodni a valósághoz, hogy manapság elvárjuk, megint bocsánat, szóval manapság elvárjuk, hogy a valóság alkalmazkodjon hozzánk. Tehát nem az van, hogy így elfogadjuk, hogy mik a keretek, mi a valóság, mi a lehetőség, és ennek alapján működünk, hanem elvárjuk azt, hogy mit szeretnénk, és elvárjuk azt, hogy a valóság alkalmazkodjon hozzánk. És ez igaz a saját egészségünkkel, vagy a saját testünkkel való viszonyra is. Ugye nem az van, hogy amikor a testünk jelzi, hogy fáradtak vagyunk, és pihennünk kellene, akkor nem az van, hogy ledülünk pihenni, mert a testem jelzett, ez a valóság, hanem gyorsan megiszunk két kávét, meg elszívunk egy cigit, mert én nekem még dolgom van. Tehát elvárom, hogy a testem alkalmazkodjon hozzám. És aztán szépen egy idő után találkozom a valósággal, amikor megbetegszem. De ugyanúgy igaz a Földre is. Tehát, hogy nem az van, hogy úgy élünk, ahogy így a bolygó erőforrásai ezt így lehetővé teszik, hanem hogy mi így szeretünk. És legyen szíves alkalmazkodni. És aztán majd koppanunk a valóságnál, és én erre szoktam azt mondani, hogy lehet, hogy mi emberek nagyon ügyesen tudunk alkalmazkodni, és most már mi formáljuk a valóságot, de hogy amikor mi már nem leszünk, a csótányok még mindig a valósághoz fognak alkalmazkodni. Szóval, hogy, és ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan élőlény a Földön, aki képes arra, hogy ne csak a valóságról tudjon kommunikálni, hanem mi képesek vagyunk történeteket kitalálni és történetekben hinni. Ez borzasztóan fontos, tehát az állatok azok kizárólag a valósághoz tudnak alkalmazkodni. Ezzel szemben mi emberek képesek vagyunk történeteket kitalálni, és képesek vagyunk történetekben hinni. Tehát, hogyha mondjuk egy kutya akkor nyüszög, meg akkor vonyít, amikor éppen baja van. Nem tud történeteket kitalálni, nem tud a valóságon kívül máshoz kapcsolódni. Tehát, hogy amikor éppen a Covid második hulláma volt, és a családot vacsora közben hallgatta, hogy már megint jönnek a lezárások, és bezárják az éttermeket, akkor a kutya nem kezdte el végig gondolni, hogy a fene egye meg, hát a gazdám étteremlánc tulajdonos, és hogy most bezárni, biztos csődbe fog menni, és én leszek az első, akit kivágnak, mert baromi drága a prémium kutyatáp, ami egyébként Kínából jön. Tehát, hogy a kutya ezért nem kezdett el ott vinnyogni, meg nyűszögni, ugye ő csak így ült, és éppen örült, hogy nincs semmi. Ezzel szemben mi rögtön legyártottuk ezeket a sztorikat, hogy úristen, milyen szörnyűség lesz. Ugye, és ez is nagyon fontos, hogy a mi történeteink azok negatívak. Tehát, hogy evolúciós szempontból az optimizmusnak nincs értelme. Tehát, hogy, de tényleg, most képzeljétek el, az optimista ősember, ül a barlang előtt, és így sütögeti a kis izén, megzörren a bokor, ó, hát ez a tavaszi szellő. És akkor a következő pillanatban nyakára ugrik a kartfogú tigris, na ő nem adta tovább a genetikai állományát. Ugye ezzel szemben a pesszimista ősember sütögetett, megzörent a bokor, és gyorsan tízszer odaszúrt, meg leöntött a benzine, meggyújtott. Na ő viszont igen. Ugye, és ezért van az, hogy evolúciósan mi azoknak a leszármazottai vagyunk, akik legkönnyebben láttak bele semleges információba negatívat. Mert ennek volt túlélési értéke. Szóval a feleségem küld nekem egy SMS-t, hogy este beszélnünk kell. A végem van? Ugye? Szóval nem az van, hogy hátradőlök, hogy megnyertük a lottót, és akkor arról akar beszélgetni, hogy mire költjük. Nem. Mindenkinek a fantáziájára bírom, hogy mi jut eszembe, de hogy szóval automatikusan negatívat látunk bele, mert ennek volt túlélési értéke. Az életminőségünk nem érdekli az agyunkat, szóval, hogy ez rossz érzés az agyunkat, ez tökre nem érdekli, de a túlélésünket ez segíti. És akkor jön a probléma, hogy miért vagyok ilyen negatív? Biztos velem van a baj. Hogyan tudnám ezeket a negatív gondolatokat megváltozni? Miért vagyok ilyen pesszimi? Biztos velem van a baj. A negatív vagyok. Ugye ezt mindenki hallott már ilyet. És az van, hogy van egy olyan történet, ami automatikusan átszik, hogy ma mi pozitív pszicholó, legyünk jó, legyünk boldogság. De hogy szóval csak belégzés nincsen. És onnantól kezdve, amikor észreveszünk magunkba, hogy feszültek vagyunk, idegesek vagyunk, szóval jön a szégyen. Ugye? Hát itt megbuktunk. A norma az, hogy itt az emberek, itt mindenki boldog, meg ugye én meg szerencsétlen nem. És ezek borzasztóan erősen hatnak ránk. És az egész evolúciós túlélésünknek ez valahol a lényege, hogy mivel mi képesek vagyunk történeteket kitalálni, ezért képesek vagyunk nagyon nagy számban és nagyon rugalmasan együttműködni egymással. Ugye az állatvilágban ez vagy-vagy. Az állatvilágban vagy nagy számú ez együttműködés, vagy rugalmas. Tehát, hogy például ott vannak a méhek, meg a darazsak,
vagy a hangyák, akik ugye nagyon nagy számban dolgoznak együtt, egy méhkasban, meg egy hangyabolyban, rengeteg ilyen állat dolgozik együtt. De hogy ők nem tudnak alkalmazkodni, hogyha valami megváltozik. Tehát ha felveti a fejét egy új veszély, vagy egy új lehetőség, akkor nem tudnak ehhez alkalmazkodni. Ugye nem tudják kinyírni a királynőt és kikiáltani a méhköztársaságot, vagy nem tudom én, a munkás hangyák kommunista diktatúráját, vagy valamelyik méh ott elkezd köhécselni, akkor nem adnak rá maszkot, többiek nem vonulnak hibrid munkavégzésbe, szóval, hogy nincs home office. Tehát, hogy nagyon nagy számú az együttműködés, de tök rugalmatlan. Ugye ezzel szemben a szociális emlősök, farkasok, delfinek, elefántok, csimpánzok ugye nagyon rugalmasan tudnak együttműködni egymással, tehát ha felveti a fejét egy új veszély, vagy egy új lehetőség, akkor nagyon ügyesen tudnak ehhez alkalmazkodni. Tehát rugalmas. De az ő együttműködésük számban meglehetősen limitált, mert a személyes ismeretségen alapul. Tehát, hogy nekem, ha csimpánz vagyok, tudnom kell, hogy a másik csimpánz az megbízható. Kifi a borja, ha adok neki egy kókuszdiót, visszaadja a banánt, vagy pedig jó, fejbe ver egy bunkóval, amikor nem figyelek oda. És ugye ezért van az, hogy ők képtelenek nagyon nagy számban együttműködni, és hogyha beterelnénk 10 000 csimpánzt egy futball arénába, akkor ott óriási nagy csimpánz apokalipszis lenne, mert ugye elkezdenék egymást legyilkolni a megmaradt popcornért, meg banánért. Ugye? Ezzel szemben mi emberek képesek vagyunk egy nagyon nagy számban, nagyon rugalmasan együttműködni, és akár több 100 000-en is, sőt, képesek vagyunk globális társadalmat üzemeltetni rugalmasan. Azért, mert képesek vagyunk történetekben hinni, és képesek vagyunk emiatt hasonló normáknak, értékeknek, szabályoknak alávetni magunkat. Erre egy nagyon jó példa maga a pénz. Mert hogyha Anna Marinál van egy banán, nálam meg van 10 dolcsi. De én 3 napja nem ettem, Anna most kajált. És akkor meg tudom győzni, hogy adja már nekem a banánját ezért a 10 dollárért, hogyha jó az üzleti érzéke, akkor csak a fél banánt adja oda, és megkérdezi, hogy van-e még egy másik 10-es, ha jó fejek odaadja az egészet. De a lényeg, hogy megtörténik az adásvétel. És ez miért fantasztikus? Azért, mert annak a 10 dollárosnak az objektív evolúciós értéke 0. Ugye? Nem tudom megenni, nem tudom meginni, és meglehetősen nehézkesen tudom fegyverként használni, hogy nyakon szúrjak vele valakit, akinél van banán, amit megehetek. Ugye? Ezzel szemben mindannyian hiszünk benne, elhisszük, hogy ez legalább 50 banánt ér, és hogyha bemegyünk egy boltba, és egy vadidegennek odaadjuk ezt a papírfegy, ad helyette banán. Most ezt egy csimpánzzal akarnám eljátszani, hát jó megverne, de erősebb, mint én, és azt mondaná, hogy ne szórakozz, ne nézz már embernek. Ugye? Tehát, hogy ő nem tud története, ő csak a valóság alapján tud működni. Ezzel szemben mi tudunk történeteket kitalálni, de hát itt kezdődik a probléma, mert itt a 21. században már nem a valóság határozza meg a magatartásunkat, ezt így látjátok? Nem látjátok, nem baj? Szóval, hogy már nem, tehát, hogy nem a valóság határozza meg a magatartásunkat, hanem a fejünkben lévő történetek. Szóval nagyon erősen hatnak ránk, amiről azt gondoljuk, hogy van. És például akár ilyen klinikai szindrómák is, tehát hogyha nekem az a fejemben a történet, hogy nem vagyok elég vékony, ugye? Hát akkor ez probléma, mert a valóság az az, hogy olyan vékony vagyok, hogy ha nem eszem, akkor kórházba kerülök, vagy meghalok. Ha a valóság határozná meg a magatartásom, akkor mi lehetne az egyetlen, amit teszek? Eszem, így van. De hogy annyira összeolvadok a fejembe lévő történettel, mi szerint nem vagyok elég vékony, hogy nem fogok enni, és ennek lesz az a következménye, hogy kórházba kerülök, vagy meghalok. Tehát, hogy minél inkább összeolvadunk a valósággal, vagy a történettel, annál inkább csökken az életminőségünk, meg az élettel való elégedettségünk. És itt az egyik ilyen legfontosabb történet, ugye ez amit mutattam az elején, hogy itt egyre jobb lesz. Egyre jobbnak kell lennem, egyre okosabb, és ezt nem is kell feltétlenül kimondani, csak azt látom, hogy körülöttem mindenki fejlődik. És ez nem is biztos, hogy igaz. És azt hiszem ez a nehéz ebben a digitalizált világban, hogy manapság nem találkozunk a valósággal. Szóval nem látjuk a másik ember életét, azt látjuk, hogy az ő karikaturizált social media profilja, az hogy néz ki. Ugye? És azt látjuk, hogy hát ez tökéletes apuka és családapa és mindez. Velem valami baj. Én ezt nem tudom. Tehát azt látjuk, hogy mindenki baromi jól van. És ebből automatikusan megszületik bennünk az a történet, hogy valami nem oké. Ugye? Azt látjuk a különböző Facebook, meg Instagram csoportokban, celebeknél, de hogy egyébként a játszótéren megismert anyukáknak a profil, hát hogy ők valami fantasztikus anyukák. Szóval, hogy jól néznek ki, szépeket főznek, egészségeseket főznek, kreatívan játszanak a gyerekekkel, és van egy fenntartható kis kereskedésük, ami, nem tudom,
kata szerint számlázott, és mert a bevételnek az 50%-ából ukrán menekülteket támogat. Szóval, hogy így ezt látjuk az Instagramján. És onnantól kezdve, ezt mi nem tudjuk megcsinálni, hát ugye ugyanazt éljük meg, mint amikor szembe mentünk, lopni akartunk a Szent Almából. Szóval jön a bűntudat, jön a szorongás, jön a szégyen. Hát és ugye tovább súlyosbítjuk a saját helyzetünket, mert ugye vannak ilyen remek kifejezések a magyar nyelvben, hogy ne gondolj rá. Ne gondolj rá, mert bevonzod, ugye? Engedd el. Engedd. Ne izgulj. Szeresd önmagad. Ugye? Tehát, hogy ilyen kifejezéseink vannak, amiket úgy használunk, hogy ezek tulajdonképpen azt üzenik, hogy mi képesek vagyunk akaratból így megváltoztatni. Hát azért mondja, hogy ne izguljak, mert hogy ezt így meg lehet csinálni. Hát ő biztos meg tudja csinálni, hogy nem izgul, azért mondja. Ugye? Ugye? Szóval hány ilyen kifejezésünk van? És ugye ezzel az a nehéz, hogy ezek ilyen belső szabályokká válnak. És ezek a szabályok, ezek borzasztó fontosak a túlélésünk szempontjából. Tehát, hogy valószínűleg itt lehet, hogy van egy ilyen hipotézis, hogy itt vált el a neandervölgyi meg mi, hogy mi képesek voltunk ugye verbális szabályok alapján tanulni. Tehát, hogy egy ló kétszer nem megy neki a villanypásztornak, de egyszer neki kell mennie ahhoz, hogy tudja, hogy az fáj. Nekünk elég azt mondani a gyereknek, hogy ne nyúj hozzá, mert fájni fog. Ugye, ha hülye is hozzányúl, akkor meg tudjuk neki mondani, hogy ne nyúj hozzá, mert annyira fog fájni, mint amikor múltkor hozzányúltál a villanypásztorhoz. De hogy meg tudjuk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy ne nyúj hozzá, mert fájni fog, és a fájdalom szónak ugyan hatása lesz rá, mint a fájdalom érzésnek. Ugye? És ez nagyon fontos volt, hogy a neandervölgy ezt nem tudta megcsinálni, azt mondtuk, hogy ne menj oda, barátom, mert veszélyes, és ezért megúsztuk a medvetámadást. Ők nem tudták, és mindig ilyen próba siker alapon így mentek errefelé. Tehát, hogy ezek a szabályok, ezek nagyon fontosak. És hogy gyerekként így tanulunk, tehát hogy meg kell fogadni ezeket a szabályokat. Most az a baj, hogy ezek a szabályoknak a nagy része a magatartásunkra szól, tehát hogy nekem anyukám sokszor mondta, hogy ne álljak szóba idegenekkel. És amikor egyedül jártam iskolába, és egyszer egy ilyen tök cuki néni megkérdezte tőlem, hogy mennyi az idő, hát olyan szorongásom lett, mint az... Ugye hát szembe mentem egy belső szó. Anyukám azt mondta, hogy ne álljak szóba idegenekkel, hát meg azt is mondta, hogy ne nyúljak a konnektorba, ne álljak szóba idegen, ez meg itt hozzám szól, Jézusom. Valami van. Meg azt is mondta, hogy egyedül ne menjek át a zebrán. És egyszer elkerültük egymást, és nem is tudom hány, 20 percig ott vártam a zöldet meg, azért, hogy még lemertem menni. Ugye azt mondta, hogy ne, és amikor ellene akartam menni ennek a belső szabálynak, ez tök nagy belső feszültséggel jár. De valószínűleg anyukám azt is mondta, hogy ne izguljak. Ugye? És valószínűleg mi is mondtuk már ezt a gyerekünknek, hogy ne félj, ne izgulj. És szóval, hogy innentől kezdve ez nehézé válik, mert hogy izgulok, azt mondja, hogy ne, és nem tudom megcsinálni. Ugye? Azt meg tudom csinálni, hogy nem lépek le. Ha le akarok lépni, akkor jön a feszültség pluszba, de azt mondja, hogy ne legyek feszült, ne izguljak. Hát és akkor mi van? És akkor az ember szépen lassan elkezdi kikerülni mondjuk azokat a helyzeteket, amiben feszültséget élne meg, mert hogy hallotta, hogy a nagypapája azt mondta, hogy legyél bátor, szóval, hogy ilyen nagyon hamar összeállnak a fejünkbe történeteink. Meg manapság mindenki nagyon elfoglalt. Hát mindenkinek volt egy nagymamája, aki azt mondta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ugye? És inkább csinálok valamit, még hogy a végén lemaradok a kajáról. Ugye? Szóval iszonyatosan hamar épülnek ezek a belső történetek, amik meghatározzák utána a magatartásunkat. És ugye itt jön az, hogy jön a probléma megoldó, itt vannak ezek a nehéz gondolatok, ezek. Hogyan tudnék csinálni valamit? És ugye rengeteg ilyen kifejezés van, ami azt mondja, hogy meg tudod változtatni, ne izgulj, ne szorongj, engedd el. De hát sajnos az agyunk az egy olyan számológép, amiből nem tudunk törölni. És minél inkább próbálunk törölni, annál inkább ott van. Minél inkább próbálunk valamit kizárni, annál inkább azzal foglalkozunk. Mutatok egy példát, hogy mennyire így van ez. Látjátok ezt a csaptelepet? Ugye ez egy csaptelep. Egy sima csaptelep. Ugye? És ne lássátok bele a motkányt. Mert élet, szóval hiába mondom ezt nektek, hogy ne gondoljatok a motkányra, ne lássátok bele a motkányt, mert életre kell és kiszívja a véreteket, szóval hiába nem tudjátok megcsinálni. És ugyanilyen, ne gondolj rá, engedd el, ne izgulj. De ezek olyan kifejezések, amik így jól, ha a probléma megoldó működésünkre építenek, csak a probléma megoldás a külső világban működik. A belső világunkban nem tudunk problémákat megoldani. És minél inkább próbálunk valamit kizárni, annál nagyobb lesz az életünkre gyakorolt hatása. És ennek ellenére ez az egyik legfontosabb működés. Ha ezt mondjuk, ne gondolj rá, ne izgulj, bele se gondolj, nem tudjuk megcsinálni. És minél inkább próbáljuk kizárni ezeket a nehéz érzéseket, nem gondolni rájuk, mert ugye szégyenkezünk miatt. Nem csak az van, hogy itt van ez a feszültség, meg itt van ez a szorongás, meg itt van ez a rossz érzés. Ugye szégyeljük magunkat azért, mert ez itt van.
Mert hát másnak nincs, ha velem valami baj van. Ugye az agyunk nagyon hamar összerakja itt a képkockákat, hogy hát van olyan, hogy feszültségoldó gyógyszer, hallottatok már róla, meg szorongásoldó, ugye? Mire is kell gyógyszer? Hát ugye a betegségre. Hát ezek szerint a szorongás betegség, mert van gyógyszer, ami oldja. Szorongok. Beteg vagyok, ugye? Nem vagyok normális. Szóval ezek ilyen borzasztó gyorsan, ugye az agyunk kombinál, és innen, és sok észre se vesszük, és innentől kezdve nem az van, hogy tudok úgy viszonyulni a szorongásomhoz, hogy ez egy érzés, hanem elkezdek tőle valamilyen úton, módon menekülni, mert nem normális. És ugye tovább nehezíti az életünket az, hogy manapság ugye egyfolytában valahol máshol vagyunk. Ugye rengeteg információ vesz bennünket körbe. És ugye az információnak borzasztó fontos az evolúciós túlélési értéke. Tehát minél több információt tudtunk, hogy annál nagyobb valószínűséggel éltek túl a világon. És ezért az agyunk úgy működik, hogy megpróbál minden információt begyűjteni. Csak szegény egy ilyen lehetetlen helyzetben van itt a 21. században, mert hogy túl sok az információ. Ugye? Tehát ennyi mindent nem lehet megjegyezni. És az agyunk ráállt arra a működésre, hogy ő megpróbál helytállni ebben a lehetetlen helyzetben, és így egyfolytában így száguldozik a figyelmünk. Tehát már van róla kutatás, hogy manapság az embernek a figyelmi ciklusa az rövidebb, mint az aranyhalé. Ugye? Mert hogy így egyfolytában száguldozunk. És sajnos ezt a figyelmi mintázatot visszük ki a világba. És amikor szeretnénk a munkánkra gondolni, akkor nem tudjuk megcsinálni, mert azon szorongunk, hogy akkor még mit kell megcsinálnom, meg hogy kell még izélnem. Ugye? Tehát ezt nem tudunk jelen lenni. Meg nem is nagyon hatékony. Ugye azért szoktuk azt mondani, hogy stresszes a munkánk, de nem a munkánkra fókuszálunk. Szóval nem az a stresszes, hogy én most itt így írok a számítógépen, hanem, és nem azért mondom, hogy stresszes, mert félek, hogy megráz az áram, vagy hogy az egyik kollégám mögém settenkedik és nyakon szúr. Ugye nem azért mondom, hogy stresszes a munkám. Azért mondom, mert nem arra figyelek, amit csinálok, hanem azon izgulok, hogy kész lesz időre, tetszeni fog a főnökömnek, a főnökömnek, a főnöket, tettere. És hát nyilván nem, mert negatívan gondolkozunk, mert ennek volt értelme, és elkezdünk miatta szorongani. És utána eszünkbe jut, hogy lehetek ilyen negatív, míg a végén bevonzom, ugye? Szóval nehéz ügy. Ugye akkor hazamegyünk végre, hogy egész nap azt láttuk, hogy majd otthon leszünk a gyerekekkel, és amikor otthon vagyunk a gyerekekkel, akkor de jó lesz, ha lefekszenek. Ugye? És hogy lehetek ilyen szörnyű, hogy bezzeg a másik anyuka, az, mert látszik a képen, hogy mennyire ott van mindig. Ugye? Nyilván lesz bőle egy történet. És a legrosszabb, amikor végre nyaralunk, és szóval, hogy így nyugi van, és béke, és csak így hátulról jön egy gondolat, hogy egyrészt mi van a gyerekekkel, milyen házi bulit tartanak otthon, vagy hogy jövő héten hány olvasatlan e-mailem lesz. Ugye? És szóval mi vagyunk az egyetlen olyan élőlény a Földön, aki képes arra, hogy a tökéletes körülmények között is szenvedjen. Ezt csak mi tudjuk. És nyilván van ellenpélda. Tehát, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan élőlény, aki képes arra, hogy a legszörnyűbb körülmények között is értéket találjon, de ez a ritkább. És szóval ennek az egésznek az lesz a következménye itt a 21. században, ebben a boldogság fetisiszta, meg ilyen siker fetisiszta, hogy egyszerűen nem oké rosszul lenni. Szóval, hogy a nehéz érzések azok így nem normálisak. És ezt valahogy az egészet úgy szoktam elképzelni, hogy az érzelmi életünk, szóval a belső világunk az olyan, mint egy inga. Ugye ez egy inga. És van egy ilyen oldal, ami a jó érzés, meg van a rossz érzés. Van, amikor jó kedvünk, van, amikor rossz kedvünk van, valamikor örülünk, valamikor feszültek vagyunk, valamikor szeretünk, valamikor haragszunk, valamikor jó gondolataink vannak, valamikor rossz gondolataink van. Szóval ez így a telje, ez a normális. Ugye, belégzés, kilégzés. De hogy az a baj, hogy ugye a történet az arról szól, hogy ez az oldal, ez a gonosz. Ez nem normális. Ugye ez beteg, gyógyszert kell rászedni, megszedni. Szóval ez itt nem oké. És amikor ezen az oldalon vagyunk, és feszültek vagyunk, és legszívesebben így, nem is tudom, mit csinálnánk a gyerekünk, hát jön a szély, úristen, de gáz. Ugye? És megpróbálunk egy olyan életet csinálni, amiben egy olyan ingánk van, hogy egy ilyen. Szóval, hogy hát ilyen nincs. Olyan inga van, ami így megy, és aztán így pak, 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 és megáll. És ez az érzéketlenítés, vagy az érzéketlenné válás. Tehát ez az az állapot, amit így nem szeretünk. És én még mentő ápoló koromban viszonylag hamar megtanultam, hogy kell azt csinálni, hogy itt semmi ne rendítsen meg. És ez egy nagyon jó fajta működés, mert hogy így meg lehet, tehát hogy lehet haladni. Csak előbb-utóbb, ugye, hát nem, inkább utóbb, és ez már csak a hosszú-hosszú önismereti munkámnak, hogy most rájöttem, hogy valószínűleg az a baj, hogy oké, hogy semmi nem rendít meg, de hogy semmi nem érint meg. Ott ezt csak azt vettem észre, hogy utálom a betegeket, de hogy nem tudok semminek örülni. És hogy valószínűleg az volt, hogy az én izém is megállt. És hogy nagyon sokszor ezt látom a szülőknél, felnőtteknél, vezetőknél, hogy áll az ingájuk, és akkor próbálnak valamit csinálni, hogy legyen. És hát nyilván nem erre az oldalra akarnak menni, hanem új feleség, új sportautó,
egy kis kokain. Tehát, hogy mindig van valami. De hát szóval, hogy egy idő után így visszaáll. És akkor megint próbálok valamit, és akkor még inkább már két csíkot szívok. Szóval, hogy nehéz ügy. Vagy még egy új autót veszek, vagy még egy új felség, vagy egy kis csoki. Szóval, hogy mindig próbáljuk belökni az ingánkat. De hogy alapvetően az a fontos, hogy hogyan tudjuk megcsinálni azt, hogy ezen az oldalon is tudjon működni. Szóval, hogy amikor észreveszünk, hogy feszültek vagyunk, dühösek vagyunk, akkor szóval, hogy ezt lehet. Mert amikor itt van az ingánk, akkor megszületik annak a lehetőség, és így hopp, így átmenjen. És aztán szóval ez így működni fog. De amikor itt van, akkor rögtön megjön az ítélet, hogy valamit rosszul csinálunk, és biztos, hogy nem így kész. De hogy ezt csak vegyük észre. Mert különben nagyon könnyen beleragadunk ebbe az állapotba. Ugye, hogy így. Szóval, hogy ahogy így nem tudunk kapcsolódni a világhoz. Szóval, hogy így üres, tehát, hogy így halottak vagyunk belülről tulajdonképpen. És hogy ez a nehéz, hogy egy ilyen tehát hogy ahhoz, hogy ebben a világban sikeresek legyünk, ahhoz a legegyszerűbb érzéketleníteni. Tehát amikor nem veszem észre, hogy feszült vagyok, nem veszem észre, hogy éhes vagyok, nem veszem észre, hogy fáradt vagyok, akkor baromi könnyű teljesíteni. Ugye? Ha észreveszem, hogy éhes vagyok, akkor rögtön van egy új dilemmám. Most egyek vagy ne egyek? Ha eszem, akkor azért lesz lelkiismert furdalásom, hogy nem haladok elég gyorsan, meg hogy még a végén nem leszek időben kész, és akkor jön a dilemma, hogy most hazamenjek, vagy nem menjek haza. Ha meg nem eszem, akkor meg miért nem törődök magam? Én is infarktust fogok kapni, mint az a másik szerencsétlen, ugye? Szóval inkább nem veszem észre, hogy éhes vagyok. Ugye? Tehát, hogy amikor dühös vagyok a gyerekemre, és észreveszem ezt, és elkezdek miatta szégyenkezni, mert hogy biztos normális anyuka nem érez ilyet, nem. Egy normális anyuka szereti a gyereket, ugye? Szeretjük. És ilyen rossz érzés nincs. De nagyon könnyű az, hogy akkor inkább nem érzékelek. És ahhoz, hogy ebből ki tudjunk lépni, ehhez meg kell tanulnunk jelen lenni. És minden, tehát a pszichológiának most egy elég vastag része, vagy jelentős része foglalkozik azzal, hogy hogyan tudunk minél inkább ügyesebben jelen lenni. És a jelenlét az nem azt jelenti, hogy így boldog vagyok, hogy örülök mindennek, hogy mindenkit szeretek. A jelenlét azt jelenti, hogy jelen vagyok. És képes vagyok tudatosítani, hogy ami éppen bennem van, az van. És ezzel együtt azt tudom csinálni, ami számomra fontos vagy értékes. Ez a jelenlétnek a lényeg, és ehhez szerintem a legfontosabb, amit érdemes nektek is gyakorolni, az az, hogy normális esetben így működünk. Tegyétek ki magatok elé a kezeteket, légy szíj. És most gondoljátok azt, hogy ez az egyik nehéz gondolatotok, ez meg az egyik nehéz érzésetek. És most normális esetben ez van. És most gondolom, húzs, te nem szabad erre gondolnom, mert ez nem normális, nem szabad erre gondolnom, mert még a végén kiabálni fogok, és akkor meghallja a szomszéd, és hozzátok így egyre közelebb, és közelebb, és közelebb. Úgy, egészen, úgy nem szabad erre a gondolnom. Ugye, hát csaltok. Ugye? Hát mert ez így tök rossz. És hányszor van ez? Ugye nem az van, hogy észrevettem, hogy van egy olyan gondolatom, mi szerint nem vagyok elég jó. Ugye? Szóval szörnyű. Szörnyű anya vagyok, szörnyű apa vagyok, elrontottam. És amit meg kell tanulnunk, az, hogy észrevettem, hogy van egy olyan gondolatom, mi szerint. Jó? Tehát, hogy az agyunk mindent is mond. Mi el tudjuk dönteni, hogy mire figyelünk oda. Ugye? Szóval, hogy van egy olyan gondolatom, mi szerint nem vagyok elég vékony, és belenézek a tükörbe, vagy mindenki azt mondja, hogy egyek már, mert elfogyok, akkor lehetőségem van úgy dönteni, hogy na jó, a gondolataim ellenére, amikor ehhez így nem vagy, nincs lehet, szóval nincs döntési opciónk. Ez egész arról szól, hogy mennyire tudunk szabadon dönteni. Mennyire tudunk szabadon dönteni szülőként. Ha összeolvadunk a gondolatainkkal, akkor nem tudunk. Akkor azt fogjuk csinálni, amit a gondolataink mondanak. Amikor összeolvadunk az érzéseinkkel, akkor azt fogjuk csinálni, amit az érzéseink mondanak. Csak hogy az érzéseinket és a gondolatainkat viszonylag könnyű manipulálni. Sőt, inkább azt mondom, hogy nagyon könnyű manipulálni. Tehát ha most eldöntitek, hogy nem akartok enni, de én bunkó módon, itt elkezdek valami jó hamburger reklámot vetíteni, vagy egy ilyen gyöngyöző sör, vagy egy kis befújunk itt egy kis valami jó steak illatot, hát éhesek lesztek, ugye? És hogyha jönnek ezek, szóval, hogy nagyon könnyű befolyásolni, hogy mit gondoltok, meg mit éreztek. És ezért alapvetően azt fontos tudatosítani, hogy vannak pozitív gondolataink, meg vannak negatív gondolataink. Nem az a kérdés, hogy most jó vagy rossz egy gondolat, jó vagy rossz egy érzés. Szóval mind a kettő egy érzés, mind a kettő egy gondolat. Észreveszem-e, hogy ezek vannak?
És ez azért fontos, mert minél inkább képesek vagyunk tudatosítani ezeket az érzéseket, amik éppen bennünk vannak, annál nagyobb valószínűséggel tudunk a személyesen választott értékeink felé haladni. Na, megint hozzányújtom csak. Szóval minél inkább tudatosítjuk, hogy mi az, ami bennünk van, annál nagyobb lehetőségünk van arra, hogy azt csináljuk, ami számunkra fontos vagy értékes. Tehát például én szoktam fürdetni a lányaimat, és nálunk a fürdetés az, hogy is mondjam, szóval, hogy audio és vizuális effektjeiben sokkal inkább hasonlít harci rituáléra, mint tisztulásira. És hát szóval, hogy szóval voltam már dühös, mi több ideges. És ilyenkor én szoktam a gyerekeimnek esti mesét olvasni, fürdetés után, és hogy szóval egyszer volt bennem, hogy annyira ideges voltam, mert a feleségem is nem beszéltek úgy, ahogy illene, meg hát nyilván egymáshoz. És az volt, hogy nem az, hogy nem olvasok nekik mesét, hanem ott a szobában gyújtom fel a könyvet, hogy így lássák, hogy ez jár ezeknek, hogy megtanul. És én eszembe jutott, hogy miközben így ott voltak ezek a gondolatok, hogy egy cipici rés így jött, hogy szóval, hogy ez egy kiváló alkalom, hogy a szeretet, mint érték, az itt így megvalósulhass, és mi lenne, ha nem egy mesét olvasnék, hanem kettőt? És úgy voltam vele, hogy... És akkor elkezdtem két mesét olvasni. De a szeretet érzése nem látogatott meg. Mondjuk így. Politikailag korrektem. Ellenben a düh, a feszültség és a gondolatok, hogy így nem lehet gyereket nevelni, és miért nem tudod, az viszont ott volt. De ennek ellenére olvastam. Szóval ez volt bennem, hogy így nem lehet. Oké. Szóval és a végére egy tök jó volt, mert szóval a gyerekek is megnyugodtak, meg én is, meg örültek, meg én is, de hogy közben szeretetet nem éreztem. Mi utána se nagyon. Ugye? És hogy, szóval, hogy a történet az igazából az sokszor, hogy a szeretet az egy érzés. Tehát az érzéseinket nem tudjuk kontrollálni. Az érték az arról szól, hogy tudatosítom, hogy melyik irányba akarok menni, mit szeretnék, mi a fontos, hogy a kíváncsiság, a szeretet, a kapcsolódás, a törődés, szóval, hogy és ezt hogyan tudom a magatartásommal, a tetteimmel kifejezni. Szóval az, hogy közben mit élek át, az már nem tőlem függ. Mindig azt szoktam, hogy ez a kegyelem. Tehát, hogy amikor a szeretet jegyében cselekszem, és szeretetet élek át, az a megváltás, ez a kegyelem. De ezt nem én döntöm el, ez megadatik. Arról dönthetek, hogy mit csinálok. Azt, hogy közben mit élek át, arról nem. És ezt kell gyakorolni mindegyikünknek, hogy amikor így észrevesszük, hogy műtödr, észrevettem, hogy van egy olyan gondolatom, miszerint. Ettől nem lesz más az érzés, de tudunk hozzá egy picit ügyesebben viszonyulni. És még az jutott eszembe, gyorsan itt a képeknél, hogy mindig az jusson az eszetekbe, hogy pont ezeknek a történeteknek azért van egy óriási nagy lehetősége is. Tehát az állatok sehogy máshogy nem tudnak viszonyulni a valósághoz, csak úgy, mint a valóság. Tehát, hogy egy állat, egy kutya nem tud örülni a fájdalomnak. Szóval nem tud máshogy viszonyulni, mint hogy menekül előle. Nem tudtok olyan kutatást csinálni, amiben a fájdalom pozitív megerősítéssel hat egy kutyára. De ti, ha lementek konditerembe, és gyúrtok egy óriási nagyot, és másnap fáj, ugye? Az, milyen jó gyúrtam. Ugye, szóval örülni fogtok a fájdalom. Szóval jó érzés lesz, hogy fáj. Ha 3 hét múlva jelentkezik ugyanez a fájdalom, úgyhogy még csak nem is gondoltatok a konditeremre, de ugyanúgy fáj, ugyanott, akkor ilyen szorongással, hogy vajon a majom himlőnek van-e izomlásszerű? Ugyanaz az érzés ugyanaz, de bennetek szorongást kell. És még 3 hét múlva, amikor így kigyógyultok a majom himlőből, és lementek gyúrni, és már olyan gyúrtok, mint még soha, és másnap nem fáj, akkor még jön a lelkiismeret, meg a szorong, hogy Jézusom, posztmajom himlőm van. Szóval, és ebből az a fontos, hogy egy érzés, és minimum 3 féleképpen tudunk hozzá viszonyulni. Ugye? Tehát ezt mi el tudjuk dönteni. És, tehát, hogy ez a lehetősége, meg a felelőssége is az életünknek, hogy amikor előjön bennünk a feszültség, a düh, a szorongás, mit csinálunk? Megpróbáljuk elnyomni cigivel, vagy még többet telje, még próbálj, még jobban akarjuk csinálni, vagy nyugtázzuk, hogy ez itt van, és a lelkiismert furdalással együtt pihenünk. Ugye? A lelkiismert furdalás ott lesz, de tudunk hozzá egy picit ügyesebben viszonyulni. Szóval ez az igazán fontos, hogy hogyan tudok egy picit szabadabban viszonyulni, ami éppen bennem van. Hogyan tudok szabadabban viszonyulni ahhoz, hogy amikor nem vagyok tökéletes, akkor lesz lelkiismert furdalás. Olyan nem lesz, hogy nincs lelkiismert furdalásunk, meg nincs bűntudatunk, meg nincsenek ilyen ítéletek, hogy rossz. Az van, hogy észrevehetem. És ha észrevehetem, akkor lehetőségem van arra, hogy eldöntsem, hogy én most itt azt az értéket választottam, hogy a szeretet jegyé, vagy a család jegyé, a család mint értékjegyé korábban megyek haza, és ezért átélem
érzem a bűntudatot, hogy cserbe hagytam a kollégáimat. Mondjuk. Ez nem biztos, hogy így van. Ez csak egy gondolat. Ha összeolvadok vele, akkor inkább maradok. Ha meg tudom, akkor meg haza tudok menni. Szóval alapvetően ezt kívánom nektek, és ez, szóval, hogy erről szól az önismeret, minden arról szól, minden, ami a belső világotok, pszichoterápia, coaching, segítőbeszélgetés, abban segít nekünk, hogy hogyan tudunk sokkal inkább a valóságra rálátni, mint a történeteinkre. Tehát, hogy mindannyiunknak megvannak ezek a belső szabályai, amit hozunk a családunkból, a családunk családjaitól, tehát, hogy ezek így mind benne. Hogyan kell, milyen egy rendes ember, ugye? Egy rendes férfi nem sír, egy rendes anyuka. Szóval, hogy ezek így mind megvannak. És amikor szembe megyünk ezekkel a belső szabályokkal, akkor jön a szégyen, meg a kellemetlenség. Ezek mindig is jönni fognak. De ez, hogy hogyan tudunk hozzájuk viszonyulni, az nagyon-nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy mennyire tudunk a saját személyesen választott értékeink szerint dönteni és cselekedni. És az életminőségünk, meg az élettel való elégedettségünk szempontjából ez a lényeg, hogy értékek mentén tudjunk dönteni. Kedves nézőink, a köztérben azzal a témával foglalkoztunk, vajon tökéletes szülőnek kell-e lennünk. A Mátyás Corvinus kollégium előadására kalauzoltuk el önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.